Gyerekcipőben jár Romániában az úgynevezett Business Angels, azaz az üzleti angyaloktól származó finanszírozási modell. A működését szabályozó törvény már 2015 közepétől érvényben van, de az alkalmazási normáinak a kidolgozását idénre tűzte ki célul az üzleti környezetért felelős szaktárca. Egy jó üzleti ötlet és a szükséges pénzzel rendelkező, illetve befektetni hajlandó személy bevonása az alakuló vállalatba. Ezek az előfeltételei a közel 3 éve érvényben lévő Business Angels törvénynek. A jogszabály értelmében a befektető birtokolja a megfinanszírozott cég 49%-át és pénzügyi előnyökhöz jut. Konkrétan az első 3 évben adómentességet élvező jutalékok után. A feltétel, hogy az úgynevezett üzleti angyal 3 évig fenntartsa, illetve ne adja el a vállalkozás keretében birtokolt részvényeit. Ennek ellenére kevesen élnek a lehetőség, így a jogszabályon további módosításokat kell eszközölni, mondja Ilan Laufer. Versenyképes törvénykezést kell biztosítanunk azoknak, akik kezdővállalkozásokat támogatnak, hiszen több országgal vagyunk versenyben, ezt meg kell értenünk. Egyes területeken belső, máshol regionális szabályozás áll ennek a hátterében. Ha nem vagyunk versenyképesek, az üzleti angyalok nem Romániába, hanem más országokba mennek. Éppen ezért idén meg kell teremtenünk egy versenyképes törvényi alapot, amely számukra vonzó lehet. Azt azonban, hogy milyen újabb előnyöket biztosítanának a befektetőknek, nem árult el a tárcavezető. A híradónak nyilatkozó marosvásárhelyi IT-cég vezetője szerint nem a Business Angels törvényen kell változtatni, hanem inkább arra kellene összpontosítania a kormánynak, hogy egyszerűsítse a vállalkozások elindításának és fenntarthatóságának a folyamatát. A jogi személyek alapításán kellene inkább egyszerűsíteni a rendszer informatizálása révén úgy, hogy egyszerű legyen létrehozni egy vállalkozást. Ebbe bekapcsolódhat egy az amerikai terminológia szerinti angel investor, aki lényegében a befektetett pénze révén annak a vállalkozónak az angyala, akinek megvan az ötlete és a munkája, de nincs elegendő pénze. De mindez annak az eredménye kell legyen, hogy egyszerű vállalkozni Romániában. A vállalatvezető szerint a 49%-os részesedés rendkívül kockázatos lehet, hiszen ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem az a személy vezeti azt a vállalkozást, amelynek létrejöttét megfinanszírozta. Az üzleti angyaloktól származó finanszírozási modell az Amerikai Egyesült Államokban indult. Ott ma már a kezdő cégek közel 80%-a mögött úgynevezett üzleti angyalok vannak.